Jupiter fuvolát hallottatok most, ő a 700-as szériából való, tehát a legújabb szériából. Átesett egy-két újításon, és ami így egyből szembetűnő, hogy mik változtak rajta, a kis trillabillentyűi vékonyabbak, kecsesebbek lettek, más emblémát kapott, és az egész egy kicsit ilyen masszívabb, tartósabb, mint ahogy a hangja is szerintem egy kicsikét karakteresebb és erőteljesebb lett, vagy nem is erőteljes, mert nem annyira erőteljes szerintem a Jupiter hangzása, hanem valahogy úgy teltebb talán. Az SC jelzés, mint az előző szérián is megtalálható itt is, ami arra utal, hogy a szájrész tartó kis fém valamicske ezüstből van. Azt már biztos tudjátok, vagy gondoljátok is, hogyha egy ezüst megjelenik egy hangszerbe, egyre nagyobb mértékben, egyre nemesebb és fényesebb, melegebb hangot tud előidézni. Itt is így van a Jupitereknél. Volt szerencsém próbálni olyan régi-régi Jupitereket is, ahol még nem volt ez az ezüst lemezke, ez az ezüst kémény. És tényleg azt kell mondanom, hogy tényleg jelent valamit. Nekem sokkal könnyebben szólalnak meg ezek a fuvolák, mint a régiek. Egyébként most gyorsan akkor népszerűsítem is ezt a típust, meg ezt a márkát, mert egy kicsit úgy érzem, hogy méltatlanul van elhanyagolva. Nálunk Magyarországon főként a Yamaha és a Trevor az, ami nagyon divatos, vagy ami nagyon beváltnak bizonyult, utánok a Pearl jön természetesen, és a Jupiter a negyedik körülbelül. Egyrészt, mert kevesen ismerik, másrészt pedig nem annyira bíznak, egy kicsit idegenkednek, hogy milyen lehet ez a márka. A régebbi típusok egyébként, a régebbi szériák picit olcsóbbak is voltak, mint a Trevor alapmodelljei, és kevésbé megbízhatóak is, viszont ezek az újabb fuvoláik egyébként már árban is magasabban vannak, mint a Trevor fuvolái. Azt, hogy hosszú távon melyik fog beválni jobban, vagy melyik hogy működik, azt még nem tudjuk, mert hogy ez a 700-as széria azért nem annyira régóta van piacon, úgyhogy ez majd szépen eldől. Minden esetre így fújogattam egy párszor ezt a kis 700-as Jupiter fuvolát, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy szeretettel ajánlom a figyelmetekbe. Amit még a Jupiter fuvolákról akartam mesélni nektek, hogy nem csak úgy, mint a többi márkánál megtalálható a különféle szintekre készülő fuvola, tehát ezüst szájrészes, aztán ezüst fejes, tiszta ezüst, aztán kézzel készített variációk. A Jupiternél is vannak ilyenek, sőt, altfuvola, basszus fuvola is előfordul, és pikoló is természetesen. A készítetőkben viszont a gyerekekre gondolva többféle variációban készítettek hangszereket, és nagyon tetszik nekem az omega fejes fuvolájuk is. Az omega fej rövidebbé teszi a fuvolát, azáltal, hogy egy ilyen kis konkor van benne, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy ugyan C hangulású a fuvola, de a legalsó hangja nem mindegyik variációnál C, hanem van, amikor a D a legalsó hang, ezáltal egy picit rövidebb a fuvola. De valószínűleg majd csinálni fogok erről is egy videót, mert nagyon izgatja a fantáziámat, hogy másokhoz is eljusson ez a hír, hogy milyen jó dolog ez, jó. Egyrészt jó pofa, és másrészt pedig tényleg nagyon hasznosnak gondolom. És talán a kanyar fejnél egy kicsit jobban lehet, stabilabban lehet tartani. Úgyhogy az persze nem mindegy. Na most jó sokat beszéltem a kanyar fejről, meg az omegáról, és erről a fuvolácskáról, meg nem annyira. Ha akarjátok próbálni ezt a szériát, mert ez a fuvola nem biztos, hogy sokáig meg lesz, akkor mindenképp szóljatok, mert nem mindig kerülnek egyből fel a honlapra a fuvolák, úgyhogy ha bármi érdekes dolog van, amit valahol láttatok, és szeretnétek kipróbálni, akkor írjatok, vagy hívjatok bennünket, és akkor próbálunk segíteni.